Budapesten rendeznek kétnapos konferenciát április 23-án és 24-én a visegrádi csoport országainak tábori lelkészi szolgálatai részére. A tanácskozást a V4-es együttműködés keretében Magyarország 5. elnökségének idején ebben a körben először tartják meg. A megnyitón dr. Simicsko István honvédelmi miniszter köszöntötte a megjelenteket. Európának hűnek kell maradnia a keresztény gyökereihez, különben elveszíti lelkét. És a lélektelen világ pedig elsüllyed. Szent Péter első levele úgy szól, hogy hitetek célja a lelkek megmentése legyen. Egyházaink, történelmi egyházaink a lelkiséget tápláló forrás jelentik. Minden időben, különösen manapság. Ezért szerintem ez a konferencia, ha van üzenete és van kisugárzás, akkor ez kell, hogy legyen a legfontosabb, hogy igenis, a keresztényi értékeinket meg kell tartanunk, és táplálnunk kell az emberek lelkét nehézségek kihívásával szemben. Mint a miniszter rámutatott, a nyugati civilizációnak szellemi és lelki megújulásra van szüksége, ami az egyházak nélkül nem sikerülhet. A történelem megtanított minket, azok a népek, amelyek azt hitték, hogy Isten nélkül is boldogulnak, mindig eltűntek a történelem útvesztőjében, pedig minden emberi civilizáció vallási talapzatra épül. Dr. Simicsko István hangsúlyozta, korszakos változás időszakába érkeztünk, amelynek még csak az elején járunk, de alapértékeinkhez azonban ragaszkodnunk kell, hiszen ha egy kultúra elkezdi felszámolni a hitét, ott mindig megjelennek a gonosz erők. A konferencia megnyitóján Kocsis Fülöp érsek, a hajdúdorogi görög-katolikus főegyházmegye metropolitája, Heizler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, a Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében dr. Lakner Pál püspök, illetve dr. Huszár Pál főgondnok, a Magyarországi Református Egyház zsinatának világi elnöke köszöntötte a résztvevőket. A köszöntőket követően professzor dr. Marót Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja tartott előadást az európai zsidó-keresztény identitás megőrzésének kulcsfontosságú pontjairól, az ezzel kapcsolatos lehetséges teendőkről és feladatokról. A délutáni szekció házigazdája Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára miniszterhelyettes volt. Ennek során Tóta Péter Joel vezető tábori rabbi, Olá Emil alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész és Takás Tamás alezredes, a katolikus tábori püspökség kiemelt vezető tábori lelkésze tartott előadást szervezetük napi tevékenységéről, a katonai külszolgálatok lelkipásztori feladatairól, valamint a migrációs helyzet kezelésében résztvevő katonaállomány lelki gondozásának tapasztalatairól.